A Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. Egyéb más teendői mellett folyamatosan végzi a kátyúzási munkálatokat a város aszfaltút hálózatán. Erről Elek István Gábor, a Városüzemeltető Kft. Ügyvezető igazgatója adott tájékoztatást. A tavaszi munkálatokat megkezdtük ugye a zöld terület karbantartását követően. A kátyúzási munkáink egy nagyságrendileg egy 3 héttel ezelőtt indultak el. Ezeknek a kátyúknak a felmérése megtörtént a Kft. Munkatársai felügyeletével. Ezeket a felméréseket a tisztelt képviselőtestületnek kiküldtük, hogy aki szeretné még esetleg kiegészíteni, vagy van olyan gondolata, ahol még ezt meg kellene csinálni, akkor azt egészítse ki. Ez meg is történt. Nagyon szépen köszönöm, vissza is küldték. És az alapján, ahogy a zöld terület karbantartásunk is ütemezetten működik, úgy a kátyúzási munkálataink is ütemezetten működnek. Sajnos az útjai Püspökladánynak jelenleg a mellékútjai nem éppen a legjobb minőségűek, illetve nem éppen a legjobbak. Sajnos ez az elmúlt időszak, illetve az időjárásnak is köszönhető. Na most ezeket a kátyukat viszont meg kell oldani, én úgy gondolom, ahhoz, hogy a lakosság megfelelő színvonalon tudjon itt Püspökladányban élni. Nagyon örülök annak, hogy munkatársaimmal közösen föl tudtuk úgy mérni, hogy azok az ütőkátyukat vettük előre, amelyek esetlegesen későbbiekben problémát okoznak, és a legvégén fogjuk adni azokat, amik kisebbek. Nagyságrendileg egyébként egy olyan 600-610 négyzetméter kátyú lesz majd elvégezve. Honnan érkezik az anyag, és milyen anyaggal dolgoznak? Ez a korábban megszokott debreceni aszfaltgyártó cégtől érkezik egyébként. Ugye, mint ahogy látható, ezek napi jellegű munkálatok, tehát nekünk nincsen olyan eszközünk, illetve berendezésünk, ami kapcsán több napig tudnánk ezt az aszfaltot ugye melegen tartani. Így reggel elmegy a kollega az aszfaltél, addig a többiek előkészítik a terepet, mint ahogy látható mögöttem most is, azonnal beledolgozzuk ezt az aszfaltot, hogy még meleg állapotában megfelelő mennyiséggel és minőséggel tudjunk dolgozni. Az ügyvezető, ahogyan említette, 600 négyzetméter területet érint ez a munkafolyamat. Az elmúlt hetekben ebből közel 120 négyzetméter készült el, tette hozzá. Nagyságrendileg egy olyan 600 négyzetméter lesz a kátyuknak a mennyisége, amit meg kell oldanunk. Ezt most az elmúlt 2 hétben már egy olyan 120-130 négyzetmétert csináltuk. Ugye korábban úgy egyeztünk meg, hogy hetente egyszer fogjuk ezeket a munkálatokat elvégezni. Most jelenleg az időjárás is azt mutatja, hogy ezt nagyon szépen fogjuk tudni tartani. Meglátjuk azt, hogy esetleg meg tudjuk-e oldani, hogy heti 2-szer is. Attól függő majd nyilván, hogy az időjárás mit fog mondani.